Narancs eladó, friss, nem magyar, külföldi narancs, eladó, jöjjenek, jöjjenek, itt a hajnal első napfényében az én narancsomot lehet megvenni, megkóstolni, hölgyem, úgy látszik eléggé narancsbőrös, szóval egyen egy kis narancsot, hogy még jobban narancsosabb legyen a bőre. Hölgyem, állj meg, uram, uram, hú, magának, ahogy ellátom a bránát, körülbelül már 10 gyerek is lehet. A gyermeké biztosan nagyon szeretnének egy kis jó kis narancsot. Vigye, vigye, ingyen, ingyen van, csak 10 dollár kell adni érte. Vigye, azonnal, 2-t adok érte. Aztán mehet vissza az anya méhébe. Jöjjön vissza, uram, jöjjön valaki, valaki, uram, uram, hölgyem, nem is látom a kocsin, ó, tiszta retkes. Kokszos, kokszos az ablaküveg, mossa le, álljanak már meg. A friss narancs nagyon friss, hát senkinek se kell, ide jövök. Korán reggel, a seggelek se kell a narancsába, berekedek! Istenem! Ez a mocskos amerikai polgárság! Ez, ami társadalmunk szégyene! Hazának rendületlenül légy híve, ó, amerikai tüdi. Ó, a tököt holnap reggelre nőjön meg, úgy, mint egy jól megtermelt brokkoli. Most jön a zenés rész. Nem tudod, hogyan kerültél bele a maffiába. Tü-tü-tü-tü-tü. Nem tudod, hogy miért nem volt újabb keresztapás rész nagyon-nagyon rég sokára. Tü-tü-tü-tü. Most itt vagyok egy új részsel. Itt lőnöd vagy, ó, hallod. Kell tün-tün, 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 tün-tün. Refrén. A francokat refrén! Keresztapa a végjátszásunk következő része. Előző részben, ami június 30-án került feltiltésre, ugyebár a tetteje villát foglaltuk el, és még egy-kettő tetteje esett Brooklynban, hogyha ugyebár emlékezeteim nem csalnak, és miért ne csalnának, hiszen ők nem a született feleségek, hogy megcsaljanak engem, nem csalnak meg az emlékezeteim. Egyébként mondtam, hogy ebben a részben akkor a Cuneo felé fogunk egy-kettő helyet elfoglalni, meg a Cuneo villát, de vidin kívül próbálkoztam, elfoglaltam majdnem az összeset, a Bárcin is részt hagytam, meg a Cuneo villát, meg egy-kettő helyet, mert annyira éreztem, hogy nem éri meg. Egyébként, hogyha nagyon sok pénzt akartok bekaszálni, akkor inkább a raktárakat foglaljátok el, és próbáljátok meg elfoglalni, mert ugye a villák nem adnak pénzt, és egyelőre az az esély, hogy én meg valamikor meg fogom szerezni a Thompson-t, a 500 ezer dolláros Thompson-t, az hát a füstbe ment törv, úgyis lenne becézgetni, de 202.000 dollárról nem fogok 500.000-es Thompson-t vásárolni, nem tudom, hogy lesz. Addig van már küldetésünk, hát igazából, mivel már annyira nagyon sok végigjátszásba belekezdtem, hogy, hát mint tudjátok, Hamzsóhák gyermek, menzán, ugyebár mindegyik, még a mindegyik étlapba belekezd, és étterembe, aztán fel akarja zabálni minden, aztán olyat fosik a ételmi vécebe, hogy egyet fingig beszakad a fal, még a főszakács is meghallja, pedig 2 éves süket. És ezért inkább úgy mondom, hogy nagyon sok végigjátszásunk van, szóval inkább haladjunk a fősztorival, nem kell akkor nekünk majd 500.000 dolláros háromcsillagos Thompson. Egyébként mellékkövetéseket ad Clemens, ami biztos eléggé susmus lesz, eléggé majd kaszáljuk a pénzt. Egyébként egy skillet azért kaptam, amit szépen a lövésre fogunk itten szépen rá suvickolni. És akkor nézzük akkor, hogy Sunny megint milyen küldetést ad nekünk. Sunny mostanában nagyon Sunny-ról szól a világ. Tavaszi szél, Sunny-t árasz, virágom, virágom, ó. Minden csöcsös bögyös társat választ, ohohohohohohoho. Hoppá, 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 vele még nem is beszélgetünk. Hello, ugyanúgy kinéző állampolgár barátom. Mit Sunny vár ránk? Oké, akkor várjunk. A napos oldalát nézzük, ugyebár, mint ahogy a Bors reklámozza, nézzük Sunny-t, hogy van, mint van, ugyebben öltönyben van-e. Don Vito felépül, de kész átadni az irányítást. Michael Corleone Sicíliában van, de haza akar térni. Na, hála Istennek, a Don már egészséges, mint a makkom. Nézzük akkor.
hogy hátra találkozunk vele. Ó, ott is van egy makk oroszlán alján, ahogy látom, vagy nincs. Azért nem Saintsrov. Hello, Sunny. Ó, kezelés, tudjátok én már. Nagyon régóta ismerjük egymást, egymás levesébe eszegettünk belefele. Ó, bankot rabolunk? Na, ez nem volt benne a filmben. Jól van, Cuneo Bank. Hello, Tess, jó, veled is régen beszéltem. Úgy látom, egy kicsit megváltozta, mint hogyha már, hát nem is tudom, fodrásznál volt szerintem a Tess, jó. Hát eléggé bele nyírtak a hajába a hajnyírógép, hát nekem ne bólogassál, Tess, jó, akkor is, hogy csúnyán nézel ki rondan. Igen, és akkor elindul egy kocsi. Ó, versenyezni fogunk? Mi az? Tűnj innen! Köszönöm, Tom! Mindig olyan rendes voltál velem, tűnj innen! Még hotel, szobát is adtál! Ott van Sunny, ő mindig siet! Az itt a rímel, te kis... dildó gyerek. Hát nem tudom, mit gondolt. Igen, igen, Sunny eltűnt. Sunny eltűnt. Hát akkor szerintem tegyét ebbe a kék fénybe, vagy valami. Ez mi volt? Nem tudom, hogy ennyire kell sietni. Jó, hát akkor megint megpróbálkozunk vele. Jó, hát Tommal nem beszél. Várj, és elé ugrunk! Sunny! Sunny! Istenem, most akartam mondani, ott van a háztetőn egy csöcsös kurva. Sunny, hát hova sietsz? Jaj, most eszembe jutott egy olyan rész a filmből, ami igazából nem azon röhögtem legjobban. Nem azt mondom, hogy hát eléggé drámai tagozatos jelenethez fogunk érkezni, de ne nekem legyen igazam, hanem inkább üldözünk Sunny. De hát úgy, ha gyerekek. 1951-ben járunk, de körülbelül úgy, hogy mintha egy Porsche volánja mögött ülne, vagy maradjunk akkor egy Ford Focusnál, de tényleg. Gyerek, hát ennyire még mérkezett egér sem szokott futni. Na, hova sietem úgy? Valaki nagyon felbosszotta az agyát. Igazából a filmben Carlo egyszer-két eléggé felidegesítette a mi kis afro oriákonunkat, a mi kis dajár bátyánkat, hiszen Sunnynek a testvér, a hugát, anyát, Dutt is. Megbosztam már egyszer-kétszer, Sunnynek a húgát, Connie-t eléggé sokszor bántalmazta a férje, Carlo, és ezért eléggé elagyabugyálta Sunny, egyszer Carlo-t, és most is szerintem ez állhat a háttérben, és ott van a amerikai szabadságszobor nőnk, még mindig mosolyog, nem tudom, hát, mint akit baszni visznek, úgy mosolyog mindig, de nem tudom miért, és akkor Mission Filed? Ne, egy olyan jelenet. Amit bárcsak ne látnánk. Bárcsak most vakulnánk meg, mint Stevie Wonder. Nem, ez nem. Ezt nem akartuk látni. Mindenki csukja be a szemét. Gondoljatok PewDiePie-ra. Baszki. De hogy vezettél te, Donkorda? Ne, úgy vezetsz, mint aki nem ismeri a gáz meg a féket, bazd meg, olyan lassan hajtottál. Jó, megöljük őket, hát megölték Sunny Corleone-t, megölték Sunny Santino Corleone-t, megölték ezek a retkek, mint a filmben. Pedig pillanatra tényleg azt gondoltam volna, hogy hátha nem lesz olyan halála, mint a filmben, de hát ugyebár tudtuk, hogy Santino-t is el fog egyszer érni a végzete a... Fú, gyerekek, de ilyen mocskos halált, egy ekkora átbaszást, ez nem volt fair, ez egyáltalán nem volt fair, és most Sunny, ne idegesítsetek fel ez a mocskos vezetési stílusotokkal, értve? Baszki, Sunny, lopj egy kocsit, tip, köszönöm, esetleg azt nem, tip, próbálj meg újra éleszteni Sunnyt, azt nem írjátok le esetleg? Nem sok golyót kapott, körülbelül úgy néz ki, mint a parmezán sajt, körülbelül a locsolónk nézett ki kb. Amit paritjával széjjel lövöldöztem. Talán még van esély arra, hogy Santino túlélte, hiszen ő a egyik Corleone fiú. Santino Corleone nem halt meg. Az nem igaz, hogy meghalt Santino Corleone, gyerekek. Nem tudom, ki állhat e dolgok hátterébe. Igazából tudom. De akkor sem mocskos féreg vagyok. Biztos nem mondom el meg, mert ti is tudjátok, de... Úristenem, gyerekek. Ilyenkor azt kell mondani az ember, hogy inkább ezek a mocskok, a hasukat süttessék a temetőben. Ilyeneket kíván az ember, ház kicsőn, itt vagyunk az ördög konyhájában, és még most sem értük utol azt a kocsit. Hát igazából nem is lehet látni, hogy lehet már rég lekanyarodott, de hát főhősünk, Klárikám, szerető
kis egyetlen férje, így tudja, hogy merre kell menni, mert most arra kérlek, Sunny, hogy élegyél fel újra, most arra kérlek, Sunny, hogy ne legyél halott, ó, te kis, puja, ja, én gyulladtam fel, a francba, Klárikám, felállítta valaki a rendszámtáblát, mi ez, gyerekek, mi ez? Hát mozogni nem tudok! Takarodja már vissza! Onnan, ahogyan jött. Na, köszönjük, köszönjük, valaki felírta a rendszámtáblát? És akkor most újra haladunk szépen. Ó, a cetlit nem reméltem. A rendőrség majd kijön a tetre. Ó, lesz majd itt leves meg örömlány mellé. Ne. Jó felén megyünk szerintetek? Jó, jó felén megyünk. Basz, na most meghalnak. Meghalnak. Igazából azt hiszem azt mondta Sunny édesapja Don Vito Corleone, hogy nem nyomozunk a gyilkos után a filmbe. De nem nyomoztunk a gyilkos után, már a fuck a sejszebbi csészol! Hallgass ki a hívám szedőt. Hát igen, ő áll a dolgok hátterében, mert a filmben is tudjátok, lehajolt, apró pénzé lehajolt, az közben úgy nyíták ide. Én láttam tatteljes öltönyöseket, láttam azt hiszem zöldeket, azok a bárdzíniak, szóval itten eléggé egy nagy összeesküvés állhat itt a Thomson golyó lövések háta mögött. Agosto Barbie Girl. Agosto Barbie Girl, az anyád is egy mocskos örömlány volt, ugye, ahogy szoktam mondani. 202 ezer dollárt már nem fogjuk Sunnynak megmutogatni. De tényleg annyira sajnáltam Sunnyt a filmben, és most is milyen jó barátok voltunk, de tényleg annyi, egy csomó mindent, hogy segített már megtalálni ugyebár Klárikának is, Frankinek a gyilkosát, aztán a kúnyókkal is milyen jól elbántunk, és itt van, ennyit ért egy élet, ennyit ért egy esztendő. Na, de nem tudom ki, mindjárt kiderül, hogy ki állt a dolgok háttérében, de aztat nem úgy kell, aztat szana szép kell, nem is tudom, így azt kell mondani, rá kell köpni, de aztán a köpet, na jó, ez most inkább nem fog menni, hagyjuk inkább a Norbinak a gyilkosság kísérleteit, szanaszitává szét kell lőni, nem kéten mással itten gondolkodni. Jó, egyedül ennyien lettek volna, hát nem valami sok, úgy is lehet mondani, hogy kevés, gombózból is kevés, hogy Orbán Viktor bátyám mondaná. Tattája család! Nem elég, hogy megöltetek Frankit. Sunny kellett, Sunny! Istenem, az a jóság, a franca vigye már el, hogy tényleg kinyírták, baszkit. Nem tudom, hogy ezek után nem hiszem, hogy lesz háború, mert ezt mondtam már, hogy Don Vito Corleone elég öreg, nem akar háborúzni. Elég volt azokból az évekből, vége, már része állt a fiatalságnak, már ő sem olyan, mint régen. Alig él, örül, hogy azt a öt lövést túlélt, azt jól van. Vissza akar menni a kertjébe, ottan a paradicsomokat gondozni, ide is jöhetne már, mert a paradicsomok már eléggé ki vannak száradva. Nem akarnak itten. Ó, de szép ez a felhő. De hol a kirakat üveg? Vajon, hogyha belelövök, akkor a föld is megremeg? Megremegett, jó? Ez ilyen állt, tudjátok. Ezt tehát izétől tanultam a Charlie Angyalitól. Oh, ott van egy kupica. Hát igen, megint Sunny. Santino jutott eszem. Ó, még Ri. Jaj, mindjárt oda menjek, azt megtölöm WC papírral az orrát. Az anyát, picsáját! Baszki, na mesélj. Ó, már megtört. Hogy ne tört, mint a jég, izé, a tóba. Beszéljél, ma ha túl akarod élni. Beszéljél. Ez egészet kifizették a gyilkosságért. Nem érdekel. Ne ugass, nem vagy te izé pulikutya. Ne ugassál, nem rendesen beszélj. Egy klubban vannak Westside-on, igen? Klubban. Mi ünnepelnek? Azt, hogy meghatsz, Sunny. Ünnepelnek! Sajnálod. De aztán izé, ebből a pénzből vettél vattacukrot a kis jányonnan. Mi? Santino vére! A te kezedre is rátapadt. Érted te? Orángután. Orru. Ne? Ez mindent, amit tudok. Én meg azt mondom, hogy tényleg, ezt még, jó, nem ölem menna. Tényleg, nekem is kell a pénz. Na, tényleg fel akarom most segíteni. Na, fel is segítsük. Nem kell. De, let me go. De ezt hogy mondtad? Meg fognak ölni? Hát várj, bocsánat, meg fognak ölni. Hú, de azt tudod, milyen kegyetlen halál lesz akkor? Nézd meg! Ez nem lesz kegyetlen halál! Ne, hogy már azt hiszitek, hogy tudjátok, milyen ideges volt, amikor megölték a feleségünket. Tudjátok, és kb. Majdnem most is olyan idegesük. Annyira azért nem, mert Santino azért nem volt a mi urunk, meg minden, de
Most is, hát mi ez kérem, hogy ezt tényleg Don Vito Corleone meg tudja még a végén, itt így elhalálozik. Szívgörzs, vagy valami. Vagy izomsorvadásban. De tényleg. Baszki. Jó van, oda megyünk a klubhoz, és megkeresik azokat a kis rejtett gumibogyókat. Várj meg, nem lehet lemenni. Hát múltkor itt kellett lemenni, nem ebben a részben. Jó, hát azt hiszem, hogy jó van. Itt egy kicsit le van rövidítve, vágva az út. Csak azt nem tudom, hogy már jöttem. Annyira elvitt a hév, meg a máv. Jó, akkor azt hiszem erre jöttünk. Igen, erre jöttünk, oké. Igazából a bűnöző, az elkövetők már rég elmenekülhetnek, már bottal üthessük a nyomukat, ugyebár. Jó, itt is van egy ilyen kis üdítő, egy kis Fanta, de az most nekünk nem kell. Gyerekek, tényleg nem tudom, hogy hol kell kimenni. Hát lenni kéne egy garázs ajtónak nyitva lenni, nem? If you say so, man, if you say so. Nyakadban, mert pedig ott mászik egy rózsaszín péló. Műpéló. Nem tudom. Tényleg, jó, megvan, akkor leugrunk. Jump up! Oh, jump in! És nem akar leugrani. Merről jöttünk át? Ja, itt! Értem! Ó, gyerekek! Hú, itt kibaszott fucking Einstein vagyok, a Szalóki Einstein. Hoho, én találtam ki Szalókon a áramszolgáltatást. Anno, haladjunk, mert nem lesz itt majd Péter meg Palku. Hoppa! Így szépen, akkor ezzel a kocsival így átslosszanunk. Ó, és most indul a időzítő. Hó, micsoda rendes emberek. Azért még itt rendes emberek vannak rendes emberek voltak, akik csinálták ezt a játékot. Chelsea Street. Ó, kibaszott Chelsea Street-en vagyunk. Meg is nézzük, hogy mit tudunk kapni. Egy revolver, meg egy molotovot, az pedig azt hiszem van. Hú, de messze vannak. Mondjuk igazából elég közel. A végén még, hogyha egyet szeretnénk, még megéreznék a szagomat, de most nem tudok idegbetegségembe, de az a baj, hogy nem lehet átmenni. Na akkor itt szépen átslosszanunk, közúti balesetet okozván. Így felhajtunk, ez az, itt kell menni szembe sávba. Hibás út. Ó, és még így, hogy hibás út. Bebaszva, most tényleg hibás úton megyek? Baszki, akkor arra kellett volna menni. Oho, ho, nehogy már meg... Úszszák a gyilkosok? Hát nem a Balaton átúszom vannak, hogy megúszszák? Hát nem? Megöl, meghal mind, nem érdekel. Hogyha kiderül, hogy mit tudjam én, a pár utcai fiú költén meg Sunnyt, azokat is megölöm. Nem, pont érdekel, hogy bárkit. Kiderül. Saját izé, anyám béreltem fel. Kinyírom, ne? Jó, azért nem, de... Na, hát... Tényleg nem tudom, mi van Don Kordának a anyjában. És Kordának simán. Tényleg, ővel nem is tudjuk, hogy mi van. Volt-e esküvőnkön, Frankie temetésén, vagy hogyha bekerültünk a családban, egyáltalán ki akart lépni a családba, de hát a férjés családtagból, nem tudom, talán szerintem meghalt. Szóval biztos, ami, nem tudom, ilyen, tudjátok, ilyen olyan halált kapott, mindjárt eszembe jut, csak jó fele menjünk. Hát ilyen a legbénább halás sorozatok, kilépett az ajtón, aztán ráugrott a párkára egy macska, és véletlenül egyik szemét pont ki is kapta. Aztán meghalt így izébe, így sokkot kapott, meghalt. De nem tudom tényleg, hogy mi történhetett édesanyánkkal, de most koncentráljunk vissza Santino Corleone-ra. Hát igen, mennyit jogot megtömött? Már igazából nem a farmon, de itt a New Yorkba. És most vége, még meghalt. A Corleone fiúkból már csak kettő van életben, Fredo meg Michael. Michael tényleg már Szicíliából haza akar térni. Most már szerintem biztos haza fog térni, hogyha megtudja, hogy megölték a bátyját. Így van, erre megyünk. Fredo meg azt hiszem Las Vegasban valahol, ugyebár valakinek a védőszárnyai alatt. Connie meg, hát otthon velik, vagy nem tudom, Connie valami lát. Főzi meg fel a spagettit a olasz barátja férjének. Ja igen, ezt elfoglaltam, ezt a gyárat, mi a Samsung gyár? Mi ez már? Raktárat, mivel útáltam mindig, hogy itt nem tudtam rendes árni, csak úgy, hogy lőni, lövünk, mi vagyunk izé, John Woo. Isten. Na, és itt vagyunk a klubban. Jaj, akkor itt is fogok énekelni, ilyen dühösen, szagosan. Ó, és már támadni akar, nézd meg, már támadni akar! Adelfo de Martini. Hát, Martini, most ez csak olyan italkák jutottak eszembe a Martinről. Alioto. Vespucci Beach in Cristiano, vagy Cristian, az igen, még Cristian, ez lehet magyar volt. Magyar, a apja füle volt a magyar. Vigyázzatok, menjetek innen, mert buli van, ezeknél a kódáinknál buli van. Hát akkor menjünk tovább.
Gyöngéden ölelját és ring a szerelem. Mit mondtál? Én nem érdekel senki más, ha nem vagy én velem. Ó, hótakaró, büdös testén. Nem voltam sok nővel együtt ezen az estén. Jó, ne ilyen romantikus dalt énekelj már. Inkább valami szomorúbbat kellene. Nem tudom, Kordáig nem van-e valami szomorú dala. Hé, talán ki... Az mondjuk, az nem. Ó, eltalálta, persze, hogy nem. Eduardo, boci. Hát kinyíljuk a bocit, nem fog te járni. Pó. Így van. Nem kell a üvegek mögé bújni, nem vagy te egy ilyen üvegfasiszta, imádó kis szopószájú. Így, erre megyünk, egy spacét nyomunk, mondja spacét nyomunk, nem zárva egy space. Nem zárva egy space! Nincs space. Visszaugrunk ide-e. Falra tapad a kis legényke. Álljál már hátul is lőni. Én már, hát boci. Mondtam, menjél vissza izébe a tanyára. A pajtába, azt ottan bociskodja, bőgi ottan egész végig anyának. Úgyse fog meghallgatni. Dario, mondjuk Dario, de akkor olyan Dario. Banderto van, hát igen, eléggé banditának néz ki. Mindez a sok bajzos, szurmó, kis tökkel ütött kis fülemüle cingázik össze-vissza. Klárika pisztolya pedig szépen itten Sabrina? Hát ő lehet a Sabrina anyja, nem? Aki énekelte majd, vagy énekelni fogja 8-as éve, boys, és így akar ő támadni, ugye? Hát akkor próbáld meg! Valaki áttáncolta az életemet, mert hogy repül majd a gólya. Jó, a Sabrinát hagyjuk, hát ő nem tett semmiről. Mondjuk ő is szívesen leblódja volt volna Sunny, de sajnos ez már nem fog megtörténni. Úgy is mondhatnám, hogy ez már elszállt, ugyebár mint fecske ősszel Afrikába. Ó, oh, Toto Afrika. I'm a no, we can start to go. Ja, kicsit komolyodjunk már, mert tényleg megölték Santino Corleone-t, bazd meg. Corleone-t? Azt mondom Corleone. Hát jó, megkomolyodtam. Corleone-t. Of course. Egy revolverrel! Tolj le! Pó! A világ finomabb tőle. Úgy osztogassuk itt a revolver golyókat, mint rendes, gazdag állampolgár a pénzt az hobóknak ott lent a Erzsébet téren. Gyere már ide és dögölj meg, mert nem szégyen. Itt is van egy újabb gyilkossági rajzolt körbevonalra a tested, mert hamarosan a bűnügyi helyszínen fogják szagolgatni azt a naftrin szádat, azt a halott naftrin szádat, hogy Adriano Bartolini Bonetti. Mondjuk Bonetti, hello Aldo Cenni. Ó, még izét, még háborút indított a Bonafén, igen, ezt háború indítunk. Neki már atomot kéne dobni rátok, bazd meg, ha megölt a Sunnyt. És tényleg a tettei a család áll a háttérben. De tényleg ez a moszkos, ez a strici tettei ilyenekre képes, hogy tényleg ilyeneket csinál. Ennyire így el van szállva magától. Tényleg olyan, oda megyek, rájöttük a... Nézd már, Alonso Ron, Antonio Lazaro. Gyerekek, hogyha eddig nem tudtok olasz neveket, akkor majd most megtanultok egy-kettő párat. Antonio Lazaro pedig szagolja mostantól majd a páfrány tálat. Alonso Donato, dögölj már meg kérlek. Itt van! Hello! Ajtó kinyitva. Jó, ezek szerint akkor itt meg kell ölnünk mindenkit. Ez volt a mi kötelességünk, kutya feladatunk. Oh, Arisamo, Mimo. Egy, annak a csajnak elénekeltem egy nótát, mert tudom, hogy a poszterek szeretik azt, hogyha éneklik neki. Énekelnek nekik. Egy vas cső. Na nézzük meg, hogy akkor a hármas ajtó mögött ki köpte be? Ki árulta el? Ki felelős? Santino Corleone. Nagyon-nagyon egészséges, csemegekukoricás, popó, nem azott seggű, potros picsájú barátunk haláláért. Micsoda? Ketten is? Hát az a csaj mit keres itt? Armando, ó, Lucifer. Meg kell békélnem Istennel, aztán hagyd meghalni. Ha beszélsz, akkor nem fogsz meghalni. És a szavamat adom. Mondom, ha beszélsz, nem fogsz meghalni. De ha nem beszélsz, akkor Lori,
úgy meg fog halni, mint Lori a Walking Deadből. Érted? Tényleg, beszélj. Még mindig van esély. Beszélj. Egy kicsit megpofoznak, és nem akar beszélni. Ki rendelte el a gyilkosságot? A tettája? Farkas, piszkos munkáját végezik. Milyen farkas? Ne. Még jó, hogy nem a bakkecske piszkos, a makákónak a piszkos munkáját végezitek. Oké. Jó, hát én nem akartam bántani a kedves asszonykádat, aki eléggé ilyen Angelina Jolie hasonmás. De jó, hát akkor ő hátra beszél. Nem tudja? Nem tudja? Látom, a szája fel van plasztikáztatva. Úgy jobban tud így csicseríteni, mi? Már beszélni akar? És beszélni akar! Na, ennyi volt, ennyi, tényleg. Nem kellett komolyságra gondolni. Csak kicsit meg kell pofozni az asszonykát. Mesélj! És akkor nem vágom szana szét a fejedben azt a üveget, te kis kuglifej. Ki volt a főnök? Farkas dolga. Don Barzini. Barzini! Hú, Barzini. Barzini volt. Barzini volt. Barzini volt. Szóval Don Barzini, a zöldek. A legerősebb család. És menjünk vissza a új információval a Corleone villába. Tudod, azt mondom, hogy nem foglak bántani. Hogyha elárulod. És tényleg nem foglak bántani, de sajnos valakinek meg kell lakolnia Sunny Santino Corleone haláláért. Sajnálom, Lori. És tényleg sajnálom, te csak egy bábú voltál. És én mocskos szadista könyörtelen állat vagyok. De Santino a legjobb barátom volt. Sajnálom, tényleg. Majd teszek a sírodra egy-kettő darab kiszeltündés naptárat. Hát ez meg hova ment? A mocskos kurva anyját, már elnézést, így beszélek. De tényleg ennyi volt, és elmenekül? Ja, hogy... Nem, hogy felvett volna a fegyvert, tényleg, tényleg. Azt mondom, meg kell békélned Istennel. Én mondtam, nem öllek meg. De, mond, mindennek van valami ára. Bűnhődnöd kell. Bűnhődnöd kell, ennyi. De tényleg, hogy még követsz, mint valami izé pajkos póni, Tóth Lüsszinek a izé lova, akkor kinyílnak a francba. Mondom. Nem, nem ölöm meg. Nem, hagyj bűnhődj. Most mi van, megölöm, akkor mi van? Semmi. Ha meghal, nem, akkor nem semmi. Hagyj bűnhődj. Én tényleg nagyon sajnálom ezt a csajt. Ennyi, de nem fogunk itt élni. Ez a maffi, kibaszott gangster élet. Nem fogunk itt élni majd. Jaj, nem öljük meg. Jaj, de aranyos. Júj, kibaszott csillám póni. Nem. Megölöm. Dislike. Mert nagyon nőket nem szeretek ölni. A valóságban sem. Inkább a gyerekekre asszociálódok. Jobbra kell menni. Nem fogunk odaérni most szerintem. Sajna. Most tiszt kibaszott bull, bika jele van a tettei család címerében. Nem ilyenek kalap szart sem. De tényleg, komolyan. Hát még hogyha lenne 20 kg paradicsom ültetvényem, még ingyen pénz is adnám nekik egy kibaszott paradicsomot sem. Itt egy nagy fenyegetés, tényleg ez nagyon-nagyon fenyegetés. Tényleg a kónyók meg elfoglaltak egyik izémet. Ja, az nem is ennyi volt, jó van akkor. Hita nem tudom, annyira ilyen tudjátok, ilyen folyton ilyen ugyanabban utcába torkolnak. És egy kicsit az eléggé zavaró, nem tudom hogy néha, hogy hol vagyunk. Annyit tudok, a New Yorkban, itten izéljük a bránát, húzogassuk, de többit nem. Jó, oda fogunk érni ezzel a kis ilyen magyar pogány madonnával, nem nevezhető járgánnyal, simán úgy hajtunk itt, mint a szélvész. Hú, gyerekek, hogyha Afrikában így tudna futni a gepár, akkor már terén zabálta volna magát. Hú, annyi hiénát meg mangusztát meg tudott volna enni, hogy még leszokott volna a húsra, aztán eljött volna Pestre, és megtalálta volna Steiner Kristóf egyik lakókocsiját, ahol csak vegán ételeket tudott volna enni, de tényleg 1 perc 50 van, hogy oda, nem tudom mi lesz 1 perc 45 múlva, hogy nem hogy ennyire sietnünk kell. De bizonyára már Don Vito Corleone nem tőlünk tudja majd a hírt, de mindjárt idő. Bazd meg, de tényleg így visszatérni, tudni, hogy Sunny most már nincs többé köztünk, ennél szarabb helyzet nincsen, tényleg, hát
most nem lennék Korda helyében, meg nem lennék Don Vito Corleone helyében sem, meg természetesen Tomot sem felejtsük el, hiszen nem voltak testvérek, de testvérek voltak még végül is. Igen, ez egy a filmben is jelen volt az jelenet. Hallottam, hogy autók jönnek a házamhoz. Mondd el azt, aki már mindenki tud. Igen. És ez egy kibaszottul nagyon jó jelenet volt a filmben. Mikor így egyszer csak így akit dicsőítettünk, aki a példaképünk volt, keresztapa, lássuk, hogy ennyire megtört, és ennyire le tudták gyengíteni, megölték a fiát. És ilyenkor meg lehetne azt kérdezni, hogy megérte ezt az egészet. De tényleg, hogy ennyi, az a maffiás. Az igen, ezt nem valami jól dolgozták ki, mert a filmben nem ilyen helyen. Itt van Don Tattaya, ez a nyúlfú fasz. De nagyon be van szarva, csávó. Ja, ezért szeretnék a szerződést, hogy ugye nem fognak megölni soha. Fú, a kis nyomorok. Egy év múlva meg úgy zsávisz a szifilisz. Itt van Barzini. Don Barzini, a farkas. Ez is egy olyan jelenet a filmben, amit mindenkinek kívülről kell fújni, akik ezt a rajongó. És igen, most mondjál Don Vito Corleone, hogyha ő egyességet köt, hogy ha, csak egy feltétellel, ha a legifjabb fiú, Michael, hazaérhet, biztonságban, és nem esik bántódása. De, hogyha egy jenki rendőr le fogja lőni a cellájának a cellájában, vagy hogy csak egy villám csap bele, akkor tudom, hogy valakinek itt pont. Hoppá, vajon honnan ismerős Barzini? Vajon ki is ölte meg az apánkat annó, a legeslegelején? Don Barzini! Te még tudod, hogy még be fogod kapni azt a nagy lompust? Te! És még azt akartam mondani ezzel, és hogyha valami villám csap bele Michaelbe, tudni fogjuk, hogy valakinek itt járt el a keze, valaki innen mondta annak a villámnak, hogy csapjon bele. Értitek, hogy miről van szó? De hogyha Michael sikeresen hazaér, akkor garantálja Don Vito Corleone ezt a szerződést, ezt a vendettát nem fogja, már vendetta nem fogja így átlépni, áttiporni, béke lesz és nyugalom. Elvileg. És kaptunk pénzt! De sajnos a pénzt sem fogja már Sunnyt visszahozni. Nem tudom, Mama Corleone ezt hogy élte túl? És ezt hogy bírjam? Hol vagyunk? Találkozz Michael-lel? A Corleone villában? Michael-lel? Michael már hazatért ilyen hamar? Hogy mi van? Itt aludtunk 3 hetet. Be voltunk zárva egy 2 hetbe. Mint a majom. Ez szomorú nap a családnak. Adj át részleten a Don Corleone-nek. Hát de mindig Don Corleone mellett vagy. Te is átadod. Ennyire ízé gyámoltalan kis nyuszi vagy? Nyuszi vagy McFly! Ja, ez nem a mi irodánk? Vagy irodánk? Akkor most van miénk lesz, hotelünk. Mármint a védelmi pénz ügyben. Ja, örömmel. Öröm ünnel üzletelni. Úgy néz ki, mint Pakmon Péter. Jó, nem tudom, hogy fent ilyen kurtizán tábor, egy ilyen kis csöcs-sziget van-e? Mindjárt kiderül. Ja, és utána beszélünk még egy FBI-ossal. Madonna, mamma mia! Toronto, al Castillo, a Diablo, Jobb szeretek felül lenni, igen. Miről beszélsz? Nem tudom, én nem értetek ilyen felül, jobb szeret felül lenni. Felül a rabnak a gája, húzzal innen a büdös picsába. Na, végre ide. Strucky Hotel volt. Beszélgessünk ezzel, aki még meg nem volt. Egy kicsit vigyünk már feljebb itt a értékeket. Ennyi. Na. Kis a gigoló ez. De egy kicsit buzi. Már én meg tudom állapítani, ez meleg.
Oké, jó, strikingnak nem kell jönni. Mondjuk azt a széfet szívesen felrobbantom, de hagyjuk már, hagyjuk már. Vigyétek a széfet. Jó van, rejtsétek elfele. Ássatok elfele ott a rakparton, mert nem tudom hány széfet tudunk eltemetni még a rakparton. Ó, te voltál. Ó, együtt velem tegnap a cirkuszi porondon. Merre itt? Jaj, rulett. Oli, Olin mondott, a Blackjack, Royal Fretch, az igen, Klárikám láttad, ja te már nem láttad, Gyuri, itt vagyok. Ó, hát ez meg, még egy VIP szobát kapott egy pisztoly. Hoppá, mindjárt idehozzák neki a revolvert, hogy tudjanak szexelni. Kemény dolgok, ó, takarító nő, ő a takarító. Nő, a takarító, nő. Nézzük meg mennyi pénz. Nem veszünk meg, mert mondom a hát, amíg meg tudjuk venni a Thomson-t. Takarító. Né! Faltól falig. Tisztán ilyen papgergős sorozatot lehetne indítani ezzel a címmel. Oké. Jó, még megnézzük akkor Michael-t. Hú, de régen látunk már Michael-t. Sok-sok éven át Szicíliában rejtőzött. Azt kell tudni Michael-ről, amíg Szicíliában volt, hogy összeházasodott egy... Apollonia nevezetű lány, görög lányjal, de igazából ott is ugyebár ki akarták nyírni Michael-t, és sajnos autóbombát tettek a Michael kocsijába, és hát tanítgatta Apolloniát vezetni Michael, és sajnos ő felrobbant a lány. Nagyon szerettem azt a csajszit, tényleg is jobban, mint Kate, ugyebár Michael régi barátnőjét, de Kéjjel újra össze fog jönni, és majd gyereke is lesznek, ha már nincsenek gyerekei. De azt hiszem még nincsenek, mert most ért haza, hogy lehetnének, Norbi, uramatyám. Kibaszott retardált, hogy őt tudta. És még azt akartam mondani, hogy Apollónia autó, hát felrobban Apollónia. Általában mindig olaszul beszélt, mert ugyebár, hát angolul nem tudod, de már Michael tanította neki a nyelveket. Én már tudom nyelvet! Hétfőket, szedő, csütörtök, péntek, gyere, Andiamo, szálljál be! De ugye akkor kapta meg Michael a hírt, hogy Sunny meghalt, és úgy tért haza. Ő hazajött volna amúgy a csaj is, vagyis nem haza, mert ő még nem volt itt Amerikában, és akkor Kéjjel sohasem jött volna újra össze Michael, de hát ez így alakult, sajnáltam tényleg nagyon. Volt eskü is minden. A ostját így adogatta a mennyasszony Apollónia. Végre megtalálta te. Na, hamarabb találom meg anyának a lyukát, mint téged. Köszönöm szépen. Na végre megint nyertünk. Akkor nyernénk tényleg, hogy ezek a Don tetteljával a élen simán tipor, széjjel tipronánk. Don tetteját feltenni a fejét az izére. A kettecben a majmokhoz, az hagyj rákcsikálják a fejét. Hogy izért már be volt szarvott, hogy jaj, garantálja Don Corleone, hogy nem lesz izé háború, nem szegi meg a vendettát, garantálja? Ez még ott ölelkezett. A kis, hú, de szifiliszes lehet, el lehet rohadva a fasza. Elnézse megint ilyen csúnyán beszélek, de tényleg. Ki tudja már hány örömlányjal együtt volt az a Don tettája, nagyon utálom. De egyébként Bárzint jobban utálom, hogy jó, hogy hiszen ő ölte meg az apánkat. Bazd meg. De tényleg nem is tudom, hogy lehetett utána Strack is az a cukrászda, mert az édesanyag cukrászdai volt, de utána azt hiszem Strack is cukrászda lett. Ott halt meg ugyebár a Jimmy, vagy Johnny, úgy hittek apánkat, néha-néha éjszaka szellem alakba hozzánk visszatér, és azt mondja, fiam, érzem, hogy még nem vagy igazi gangster, fiam, még nem vagy olyan gangster, mint én voltam. Állj a sarkod a fiam, és foglald el a te trónodat. De mondom, apám, ez nem az oroszlán király, és akkor el szokott menni. Micsoda? Azt mondtad, hogy kurva anyád, Don Corleone? Azt mondtad, a kurva anyád! Azt mondtad! Ezeket meg lehet amúgy olyan? Hát, náluk lenne valami. Mit tudjam én, mit csinál, a Fridládának a kulcsa. Meg lehet amúgy ezeket ölni? Na. Most beszélj. Mi van? Ánusz, Danito, Lucetto. Nem lehet amúgy megölni őket.
És amúgy most még lehet komázni vele? Jó benne lenni a családban, ugyebár? Szana széje, ütlegelnek, elütnek. 225. Na mennyi te vagy itt? Ó, kicsoda? Don Corleone beszélni szeretne vele. Na, az öreg? Na végre, ott van Don Corleone! Akkor ki szeretne most velem beszélni? Várj, már... Ha tettei emberével tárgyalunk, ragaszkodja hozzá, hogy a közvetítőiknek ne legyen triusza. Említsd meg, ne forszírozd. Barszint tudja anélkül is, hogy mondanád neki. Itt van Mama Corleone. Adj egy csókot, édes. Ez igen. Most hal meg a fiú, adj egy csókot, édes. A csóból még nem lesz újra gyerek, mert maga már elég ilyen menopauzóban szenved. Ezt jó el nem mondtam. Don Corleone. Amúgy tényleg most fogjuk utoljára látni az öreget. Most lássuk utoljára öreget, utána már hát sajnos meg fog halni. Azt a filmben lehet majd meglátni. Köszönöm, hogy lesöpötted róla a moly lepkét. Michael irányításával is veled, a legközelebb leghűsége barátjával. Ó, Michael lett a Don! Belefáradtam és értőző visszavonulok a kertemhez és az unokáimhoz. Ugye már Sunnynak már voltak gyermekei. Jó, már... Feküdjön le, papu! Feküdjön le. Igazából... Beszéljünk még Tommal. Igazából... Az a poén, hogy... sajnos már olyan keveset szerepelt Don Corleone a játék, hogy nagyon-nagyon teljesen le vagyok itt 10 éve. Zuhanva, meg vagyok zuhanva. Hát sajnálom, és akkor úgy fog meghalni egy kicsit elég ironikus módon, hogy a paradicsomok közé beesik, ugye már egy szívroham vagy valami viszi el, és ugye unokájával játszik Michael fiával, de még nem szeretem Michael fia, és akkor a hülye kisgyerek azt hiszi, hogy hülyéskedik a papa, de nem hülyéskedett, és így hal meg. Paradicsomok között. Hát reméljük, hogy azért egy-kettő ilyen rocsart paradicsomban nem esett bele, miközben már fettengett. Egy élmény volt magával találkozni a játékban Don Vito Corleone, és akkor beszélünk Michael-lel. Michael! Hogy kicombosodtál? My friend. We've given you a good living. A lot of freedom. And now? Micsoda ilyen leveli békás nyakkendő van? Ettől a naptól fogva azt szeretném, ha jobb kezem lenne. Jobb kezem a right hand man, Michael. Ezt megérdemlem? Kápó lettem! Keresztapa. Köszönöm. Tom már nem consigliere. Clemenza megkapta a saját családját, igen. És Tessio. Vagy én vettem át Tessio helyét, hogy már nem kápó. Michael, nem tudom, Sziciában mit csináltál, de bizonyan nem ízét... kukoricát kapálta. Te már nagyon vágod. Hú, ha ezt tudtuk volna. Francban, így kezdett minden, hogy megölt ugye már a rendőrfőnöket, meg... a törököt, Szolódzót. $50,000! Kápó lettem, hát sajnos csak az a baj, Klárika, ezt nem élte meg. Így meg anyánk sincs. Mert eléggé szar az életünk, de haladunk, mert az élet nem állhat meg. És Michael is integet. Ó, még szintet is léptünk. Duma. Sok a Duma. FBI elindított egy akciót. Ó, és akkor Monk. Ó, Monkkal nagyon régen beszéltünk. Talán még nem is tudom, mikor beszélünk utoljára. Amikor meghalt Frank, azóta nem keresett társaságunkat. Hát tudom, hogy... Igazából Frankinek semmi köze nem volt a családhoz, ezért is voltam olyan kibaszott agresszív, hogy ilyen pitiáner módszerekkel akart érvényesülni a tetteje, hogy megölték Frankit, hiszen ő nem is volt családtag, nő is volt, meg akkor is nem értem. Ez egyszerűen egy alattomos, alamuszi húzás volt. Clemenza! Anyád picsája, Clemenza! Jézus Mária! Jézus! Clemenza! Mi van már? Tehát túl sok volt a whisky kóla. Hú, de megijedtem. Clemenza, olyan régen veled beszéltem, veled is régen beszéltem. Alkalmi munka. Mi van, hoztasz? Nekem kell lennem. Magas sargút felhúzom.
Mario de Bellis is a Cuneo capo. Real old school. A Cuneókhoz most megint nagyon izé alázzuk a Cuneókat. Revanche, revanche akár venni, túl veszélyes, hogy mellőzzük. Köszönöm, köszönöm, gázol el autóval Máriót. És mi lesz Luigi-val? Özvegy lesz a Luigi. Jól van, akkor ezt majd megcsak a kövi részben. Köszönöm, hogy velem tartottatok, hát sajnálom, tényleg, mint ahogy Fabiánát meggyászoltam a Max Payne 3-ba, ugye amelyik a sírja előtt is kint voltam. Így szerintem... Szegény? Don Corleone? Így szerintem... Ez ki? Így szerintem majd Sunny Corleone halálát is meg fogom gyászolni. Alner, Alneri, Alneri, ez Michaelnek egyik, azt hiszem, legjobb embere. Ezt nem tudom, honnan guberálta össze Michael, de bizonyára tudja a dolgát a kisrác. És nézzünk akkor kicsit még meg a térképet, hogy merre kéne majd nekem menni. New Jersey-be. Itt vettem egy házat. Jó, hát akkor szerintem oda gyalogolok, vagy oda kocsikázgatok. Lábbusz nélkül. És ott mentsük el a játékot. Jó, szerintem, hogyha a részben Clemenza mellékületését csináljuk meg, akkor talán meg tudjuk venni a Thompsont, és akkor úgy tudjuk majd darálni a Barzini kutyákat Michael Corleone engedélyével és segedelmével. És én azért nagyon örülök, hogy Michael lett a Don, de igazából azért az már látszik, hogy már eléggé látszott, hogy mióta belelőttek ötször Don Corleone-be, Vito Corleone-be, azóta már nem volt a régi az öreg. Nagyon sajnálom, hogy ennyire leépült. De hát igen, őre is érvényes az, hogy egy idő után megöregszik. Senki sem marad örökké fiatal, még ugyebár Marilyn Monroe se. Jó, hát iratkozzatok fel, ha még eddig nem tettétek volna meg, és innen fogunk folytatni a következő résszel. Már nincs sok hát a srácok, ahogy még bírjuk ki még ezeket a gangsteres perceket, és mondjuk azt közösen, hogy Corleone tag legyek. Szió, szió, szió.